Amikor egy épületet létrehozunk, teljesen mindegy, hogy lakás vagy valamilyen más céllal, akkor ezt egy nagyon-nagyon hosszú időre hozzuk létre, akár több száz évet is eltart majd. És ezért aztán nagyon nem mindegy, hogy egy milyen házba élünk mi, és majd az utánunk jövő nemzedék, mennyi anyagot és mennyi energiát építünk bele a házba, és hogyha az a ház majd egyszer mégiscsak megsemmisül, akkor az az anyag, ami utána hulladékként marad, az milyen problémákat okoz a következő nemzedéknek. Éppen ezért a környezettudatos építkezésnek két nagyon fontos szempontja van. Az egyik az az, hogy az anyagot lehetőleg helyből vegyük el, abból a környezetből, ahol a ház épül, illetve majd a hulladékok azok minden gond nélkül visszakerüljenek, mint egy besimuljanak abba a környezetbe, ahonnan azok származnak. Ezt egy picikét részletezni szeretném, akkor nyilvánvalóan a helyi anyag azért is fontos, mert hogyha én valamit helyből veszek el, akkor az biztosítja azt, hogy minimális út az, amire azt az anyagot szállítanom kell, és hogyha keveset kell szállítanom, akkor értelemszerűen a környezeti terhelése, ami a szállítással jár, az is csökkenni fog. Az is egy fontos szempont, hogy a helyben kibányászott, a helyben előkészített, gyártott anyagokat helyi emberek állítják elő, tehát az a pénz, amit én esetleg fizetek, ez helyben marad, és a helyi közösséget fogja gazdagítani. Ma persze, amikor az energiahordozók egyre drágábbak, elsősorban az lép az érdeklődés homlokterébe, hogy minél kisebb energiafelhasználással valósuljon meg egy ház. Nagyon sok mindent számolunk, számoljuk például a falnak a hőveszteségét, a hővezető képességét, kiszámoljuk azt, hogy egy négyzetméter felületen mennyi hőt veszít el a belső hőből, hogyha egy fok különbség van a háznak a két oldalán, és ez egy nagyon fontos tényező, ugye a szakmában ezt egy U betűvel jelölik, és a mai családi házaknál az elvárás egy 0,45-ös számmal jellemezhető, de természetesen ennél sokkal, de sokkal jobb hő technikai tulajdonságokkal rendelkező házakat lehet építeni. Ezeket manapság ugye passzív házaknak nevezik, amelyek szinte nulla külső energia bevitelt igényelnek, és így tudják biztosítani a háznak a megfelelő hőháztartását. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye amikor ma ezt el akarjuk érni, vagy el szeretnénk érni, hogy ilyen jól szigetelt épületeink legyenek, akkor általában olyan anyagokat használunk fel, tehát mint például polisztirol, nikecel, ilyen neveket lehet itt mondani, amelyek műanyagok, és hát egyrészt sok energiát építünk be a falba, másrészt meg egy másféle problémát idézünk elő, lehet, hogy megoldjuk a szigetelést, de például lezárjuk a háznak a természetes szellőzését. És hát ugye ugyanúgy, ahogy nem érezzük jól magunkat például egy műanyag ruhába, egy csupa műszából készült ruhába, amit mondjuk éppen egy PET palacból, egy pille palacból hasznosítottak újra valahol Kínába, ugyanúgy nem érezzük jól magunkat egy műanyagba csomagolt épületbe is. Tehát nagyon fontos szempont, hogy az az épület, amit felépítünk és amiben élni fogunk, az komfortos legyen a számunkra, jól érezzük benne magunkat, jól helyezzük el, és itt jön a következő szempont, hogy az, amit építünk, az együtt éljen a környezetével, együtt lélegezzen a tájjal, belesimuljon a tájba, és ne önmagába véve a ház váljon egy zárt életterünké, hanem ez az egész környezettel harmonikusan működve a saját magunk harmóniáját is alá tudja támasztani. Még számos más ökológiai, fenntarthatósági vonatkozása van annak, ha végig gondoljuk, hogy milyennek kellene lenni egy lakóépületnek, és hogyha végig gondoljuk azt, amit elmondtam, akkor nagyon érdekes egybeesést fogunk találni a régi hagyományos építkezésben. Én nem azt szeretném mondani, hogy ez valamikor tudatosan ezeknek a szempontoknak megfelelően tervezték. Lehet, hogy itt csak véletlen egybeesés van, de érdemes megnézni azt, hogy ezek a
hagyományos építkezési módok, ezek mennyiben tudták kielégíteni ezeket a fenntarthatósági szempontokat. Egyik legfontosabb szempont, hogy helyi anyag legyen. Tehát mi az, amit a saját környezetünkben megtalálunk, mondjuk itt Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, szinte mindenütt, hát az egyik alapvető építőanyag az a fa. Ez már csak azért is, mert nem tudjuk elhasználni olyan módon, hogy ha kivágtuk, akkor újra nő, tehát megújul, a kivágott fa helyett, erdő helyett újabb erdő létesül, ha csak valami más célra nem használjuk fel a területet. És hát annyi történik, hogy amikor a fát beépítjük az épületünkbe, akkor egy időre kivonjuk a természet körforgásából. Mellesleg megjegyzem, ez ma kívánatos is, hiszen ezzel szenet vonunk ki, tehát hogyha a fát nem elégetjük, hanem tartósan kivonjuk mondjuk egy épületnek a szerkezetébe, akkor ugye nem szabadítjuk fel belőle ezt a bizonyos széndioxidot, üvegházhatású gázt. Aztán természetesen egy másik anyag, amihez a környezetünkben nyúlhatunk, az maga a föld. Hiszen azon állunk, tehát ez mindenütt van. Persze azért nyilván nem mindegy, hogy annak a talajnak a minősége milyen, de különböző technikákkal nagyon sokféle adottságú talajt felhasználhatunk, hogy abból építeni tudjunk. Ezek az alapvető dolgok, amiket vagy önmagukba, tehát a fát önmagába, a földet önmagába, vagy ezeket együttesen kombinálva fel tudjuk használni. Ugye nyilvánvaló, hogy amikor ezeket az anyagokat közvetlenül átalakítás nélkül használjuk fel, tehát például az agyagból közvetlenül falat tömörítünk, akkor ez ahhoz képest, amikor az agyagból téglát égetünk, sokkal kisebb energiafelhasználással jár. Persze van egy másik szempont, ez pedig a tartósság. Tehát az a kérdés, hogy vajon mondjuk egy agyagból égetés nélkül készített fal, akkor a tartósága vetekszik-e egy téglafaléval, és az is egy másik kérdés, hogy mondjuk olyan típusú épületeket lehet-e felépíteni az egyik anyagból, mint mondjuk egy toronyház. Tehát azért ezt senki sem látott még mondjuk agyagból toronyházat. Persze a kérdés az, hogy kell-e ilyen házakat építeni, és ez egy másik szempont, amit a fenntarthatóság miatt nagyon fontosnak tartanék a jövőben meggondolni. Ugye gyakran panaszkodunk arról, hogy az építőipar az mennyire bajban van, különösen itt a recesszióban. Tehát el kéne gondolkodni azon, hogy Magyarországon van egy fogyó népesség, van egy hatalmas mennyiségű lakóingatlan. Tehát mondjuk ha azt mondom, hogy van 3.700.000 család Magyarországon és 4.300.000 lakóingatlan, akkor ugye lehet látni, hogy 600.000 több lakóingatlan van, mint hány család. Most ennek ellenére évről évre ugye építünk újabb és újabb ingatlanokat, tehát látni kell, hogy egy fogyó népesség egy telített piacon az nem igényel már egészen egyszerűen állandóan újabb és újabb konstrukciókat, és hogyha az építkezésnek újabb lendülete lesz valamikor, az pontosan azért lesz, mert azok az infrastruktúrák, amiket korábban építettünk, azok pazarlóak voltak a környezettel szemben, és valószínű, hogy célszerű lesz ezeket helyettesíteni. Itt persze nem csak az építő anyagnak a minősége, maga a felépítménynek a szerkezete a lényeg, hanem maga az, hogy egy mekkora területű, mekkora alapterületű házat építünk. Mert nyilván minél nagyobb, annál több anyagot kell beleépíteni, minél nagyobb, annál több energiát kell ennek a működtetésére, fenntartására költeni. Tehát az, ami eddig nem volt szempont, hogy az emberek meggondolják, hogy mekkora házat építenek, bizony egy energiainséges világban ugyancsak szempont lesz. És hogyha nem kell olyan nagy és bonyolult házakat építeni, akkor talán visszatérhetünk ahhoz, hogy mindez, ami helyben van, annak a felhasználása logikus és környezetbarát. Vegyük sorba azt, hogy a hagyományos építkezéshez milyen anyagokat használtak, illetve milyen módon nyúltak. Az egyik legősibb magyar építési mód az a patics falnak, vagy sövényfalnak az építése volt. Elég kevés ilyen épületet látunk már most vidéken is, de itt szerencsére ebben a gyümölcsösben egy ilyen kis szerszámos kamra van, akivel most már 50 éves ismeretségben vagyok lassan. Ezt csak azért mondom, hogy ő talán időtállóbb, mint amilyen én voltam, vagy én vagyok.
Itt el is tudom mondani önöknek, hogy ősi módon hogyan építették fel ezeket a paticsból, sövényfából lévő épületeket. Tehát először is azt látjuk, hogy itt vannak ezek a bizonyos tartó oszlopok. Itt fogok egyet rögtön, amin ez az ajtó is felszerelve van. Mint látjuk, nem ástak ezeknek a házaknak alapokat, hanem ezt az oszlopot ásták be a földbe. Hát ez persze feltételezte azt, hogy ugye egy tartósági probléma fog létrejönni, hiszen a földben ásott oszlop volt egyrészt támadja a nedvesség, másrészt támadják a rovar kártevők. Ezeket az oszlop töveket megégették, éppen ezért, hogy ennek a két hatásnak valamelyest ellenállóvá tegyék. Tehát ezeknek nem volt alapja, leásták az oszlopokat, utána ezeket, mint látjuk, összekötötték ilyen kötőfákkal, és általában a paticsolása az pont fordítva történt, mint ahogy itt lehet látni. Nem vízszintesen állították fel ezeket itt legalábbis gömörbe rigelynek nevezik ezeket a párhuzamosan futó kötőfákat, amiket aztán megfontak vesszővel. A vessző alapanyagának szintén valamilyen tartósabb fát, sokan használnak magyarót, ami nem elég tartós, de például a kecskerágó, vagy a vörösgyűrű som, vagy a som nagyon tartós fonatnak bizonyul. Tehát egy ilyen sövényt fontak belőle, ugye fut három rigely, egyszer felülről, jobbról, másszor felülről, balról indítjuk a rigelt, és megfonjuk. És amikor ez kész van, akkor pedig sárral, ami ugye itt a háznak a saját környezetéből kivett, ez egy kicsit ilyen löszös agyag, ahol most éppen vagyunk, egy erre a célra kiválóan megfelel. Ezt még alkalmasint összekeverték egy kis száraz szalmával vagy törekkel, volt, aki pejvát kevert bele, és akkor ezzel ezt a sövény fonatot, mint hogy nagyon jól lehet látni, ugye itt látjuk a szálakat benne, amik tulajdonképpen összefogják, nem engedik meg, hogy szétessen ez a sár, akkor ezzel beverték kívülről is és belülről is. Hát itt már belülről eldobta ezt a takaró felszínt, de még lehet látni, hogy kívülről képes volt ezt a mai napig megőrizni. Hát ez egy nagyon egyszerű, nagyon primitívnek mondható falszerkezet, de arra a célra, amire készítették, ez bőven megfelelt. És hogyha ennél egy sokkal nagyobb védelmet akaró falat akartak, akkor az oszlopnak a belső oldalára is készítettek egy ilyen paticsfonást, és a kettő között pedig sok szalmával kevert sarat helyeztek el, de ezt nem döngölték be, mint a vert falaknál, és ezt a falszerkezetet hívjuk könnyű vályognak. Ugye, hogyha ezt bedöngölték, és ezt természetesen nem ilyen patics vonatot készítettek, mert akkor nem tudták volna döngölni, hanem zsalut készítettek, általában ilyen 30 centinként emelték a falat, ugye, és két zsalu között beverték ezt a saras, szalmás valamit, amit előtte természetesen benedvesítettek, egy ilyen földnedves állapotba hoztak. Nem maguk taposták, hanem általában állattal megtapostatták, tehát lóval, tehénnel megtapostatták, és aztán pedig berakták a zsaluk közé, és dorongokkal jól betömörítették. Amikor egy ilyen emelés elkészült, egy ilyen 30 centis emelés elkészült, akkor erre szalmát tettek, ugye emeltek a zsalun egy újabb 30 centit, és erre megint rávertek egy 30 centit. Általában 8-szor emeltek, 8-3-24, tehát 2 méter 40 centi magas tömött vert, tehát hol, melyik tájon, hogyan nevezik ezt, annak megfelelően készítették el ezeket a sárból készült döngölt falakat. Van még falszerkezet, ami pedig a vályok téglából épült vályokház, ami értelemszerűen olyan, mint amilyen egy téglából épült ház, de azt gondolom, hogy ez az, amit leginkább ismerünk. Eddig a házaknak a faláról beszéltünk, de hát egy ház nem csak alapból és falból áll, hanem van teteje,
sőt van padlása, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a tető miből készül, hiszen a tető is készülhet olyan anyagból, ami átalakítás nélkül közvetlenül a környezetből van, és értelemszerűen a padlást is szigetelhetjük ilyen anyagokkal. Itt egy kis háznál álltunk meg a falu szélén, mint lehet látni, a nádasok közelében általában az alföldön fették a házakat náddal. Ezen a vidéken egyáltalában nem, hiszen nincsenek kiterjedt nádasok, de ma már ugye a szállítás miatt nincsenek ilyen határok, viszont azokon a helyeken is volt a környezetből elvehető fedőanyag, erre pedig a rozsnak a szalmáját használták, és ugye ezeket a tetőket zsup fedélnek nevezték. Természetesen azért ezekkel a ház tetőkkel volt gond, és itt van egy nagyon fontos szempont, amiről nem beszéltünk eddig, ez pedig valaminek a tűzállékonysága. Mert megépíthetjük környezetbarát anyagokból, hogyha az nem tűzállékony. Természetesen ma már vannak eljárások, amivel ezeket az anyagokat is a tűzzel szembe állékonnyá tehetjük, de nyilvánvaló akkor már azért nem biztos, hogy olyan mértékben környezetbarátok, mint eredetileg. A másik dolog a padlásoknak a szigetelése. Ugye manapság erre már nagyon nagy figyelmet fordítanak, de itt is elsősorban a kőzetgyapot, ami hát természetes anyag ugyan, de nagy energiabefektetéssel tudjuk előállítani, vagy pedig hát a különböző műanyag, esetleg lépés vagy kevésbé lépésálló anyagokat használjuk. Na most ezzel szemben ugye régen szalmás sárral, vagy pejvás sárral, néha a lónak vagy a tehének a trágyájával tapasztották fel a padlást, és ha ezt kellő vastagságba tesszük fel, akkor megint csak egy a ház környezetéből, a környezetünkből kivett anyagból, és megint nem utolsó sorban a saját javunkra, ugye ezt nagyon olcsón tehetjük meg. Tehát nem érdemes bedőlni ezeknek az új irányzatoknak, nagy pénzen vegyünk műanyagot, amivel nagy-nagy környezeti tereket építünk be a házba, hanem bátran nyúljunk a környezetünkben lévő építanyagokhoz. Ha már itt állunk ennél a háznál, azért annyit hadd mondjak el, hogy beszéltem arról a szempontról, hogy valami tájba illő legyen. Az épület ez egy ilyen tipikus falusi eklektika, hiszen már említettem, hogy ezen a vidéken nem alkalmaztak nádat, hiszen az itt nem volt. Tehát hiába valahol egy tájjellegű a nádtető, egy olyan tájba, ahol ez soha nem jelent meg, ott mégis idegen. Talán feltűnő, hogy beépítették a padlásteret, ami általában nem volt jellemző, tehát nem volt jellemző a hagyományos építésre, hogy még egy szintet húzzanak az épületekre, vagy a tetőt beépítsék, egészen egyszerűen azért, mert a padlásnak nagyon fontos funkciója volt. És a nagyon fontos funkció ugye a száraz, biztonságos tárolás, hiszen az a tárolótér valakinek a feje fölött volt, és azok, ami számára fontosak voltak, az élelmét jelentette, azt a feje fölött őrizgette. Annak egy más típusú funkciója volt, és nem a lakótér részét képezte. Aztán azt is érdemes megnézni, ugye, hogy egy vagy több szétbontott régi háznak az ablakszemei vegyülnek a modern típusú ajtóval, ami megint csak egy ilyen eklektikus hangulatot kölcsönöz, vagy maga a kerítés, ami megint csak nem egy tájra jellemző. Az erdészek, a vadászok szoktak ilyen típusú kerítéseket vonni. A fa tehát egy alapvető építőanyag volt, ami a környezetünkben felelhető, és hát nyilvánvaló, hogy eleinte ezt mindenféle különösebb megmunkálás nélkül használták fel. Később aztán ugye egyre precízebb eszközök lettek, hogy a fát mondjuk eleinte aztán csak ugye bárdal kiegyenesítették, úgy bárdolták, hogy jobban illeszthető legyen, és hát ma pedig már precíziós gépek vannak, amelyek ugye milliméter pontossággal tudnak faszerkezeteket kivágni, és ennek mentén aztán összeilleszteni. Na hát ez nem ebbe a kategóriába tartozik. Egy nagyon öreg csűrnél állunk itt, de magának a faszerkezetnek is megvan egy adott története. Tudnélik, eleinte a fa
építkezésnek az alapja az az úgynevezett boronafal volt. Erdőbe kivágták a fa törzseket, és ezeket a rönköket összecsapolták a végeken, összeillesztették, ugye, és ezek az illesztések tartották össze a házat, ezeket a rönköket rakták ilyen illesztéssel egymásra, és az egyenetlenségeket, tehát ahol nem illett pontosan össze ez a rönk, ott pedig mohával, szalmával, bármi olyan dologgal, ami a környezetükbe elérhető volt, betapasztották, vagy sárral tapasztották be. Volt, amikor ezt az egészet még betapasztották, és ki is meszelték. Tehát ezek voltak az úgynevezett boronafalak, de később, amikor a fa felhasználásának még több és egyre több funkciója lett, tehát a fa elkezdett a környezetünkből fogyni, akkor ebből a teljes fa szerkezetből a fa már csak úgy maradt meg, mint magának a épületnek a szerkezeti váza. Itt látunk erre egy nagyon szép példát, ugye amikor már nem jutott fa arra, hogy az egész épület fából felépüljön, akkor megépítették a szerkezetet, és a közben maradó réseket azt valamilyen más anyaggal töltötték ki. Hát ilyen alapon láthatunk olyan csűröket, ahol ezeket a közöket kirakták vályoggal, láthatunk olyanokat, ahol téglával rakják ki. Eredetileg ennek a csűrnek a fala úgynevezett zsilipfal volt, tehát itt még azért nem sajnálták a fát. Ezt onnan látjuk, hogy ez egy zsilipfal volt, hogy ezeknek a gerendáknak mind a két oldalát kifaragták, úgynevezett nútot faragtak bele, és ebbe rakták bele a palló, a deszkapallókat. Ezeket rakták egymásra. Ilyen módon tulajdonképpen az más erősítést nem igényelt. Az is nagyon érdekes, hogy eleinte ezeket a nagy fa szerkezeteket természetesen összecsapolták, de a csapoláshoz, mert akkor még a vas drága anyag volt, és nem volt könnyen elérhető, úgyhogy eleinte ezeket átfúrták, és kemény fa szöggel illesztették össze. Aztán később természetesen már kovácsoltak ilyen kovácsolt vas szögeket, és akkor ezzel illesztették. És hát ma persze ennek is megvan a modern módja. Itt látjuk azt, hogy ezek a zsilipnek való deszkák kikerültek belőle, és helyette egy ilyen patics fonás, tehát egy sövény fal került kialakításra, szintén kihasználva ugye a nútokat, és valamikor ez is be volt verve sárral, hogy jobb védelmet adjon az állatnak, vagy éppen a terménynek, amit szálas takarmánynak, amit tároltak benne. Még azt is érdemes megfigyelni, hogy milyen hihetetlen vastag gerendákat használtak fel, ami összekötötte az egész épületet, a szerkezetét adta, és nagyon fontos volt, hogy ez minél messzebb legyen a talajvíztől, ne érintkezzen a vízzel, hogy tartós legyen, és éppen ezért látjuk, hogy ugyan különleges alapja nem volt, tehát a földbe le nem mélyítették, de a föld felszínére hatalmas köveket helyeztek, és ezekre a kövekre igyekeztek az épületet kiemelni. Minden egyes említett fa féleségnek megvan ma a további élete és folytatása, tehát a modern építészet visszanyúlt ezekhez a hagyományokhoz, és ugye mindannak a feltételnek, mindannak a környezetbarát feltételnek igyekezett ezt eleget tenni. Tehát például ezeknek a fa szerkezetes épületeknek a elődje, tehát maga a boronafal, az úgy él tovább ma, hogy dupla boronafalat készítenek, és a dupla boronafal közé pedig szigetelő anyagot helyeznek. Ennek a típusnak a továbbélése pedig a könnyű szerkezetes fal, amikor ugye elkészítik ehhez hasonló favázat, és részint közben szigetelő anyaggal, kívül belül különböző borítólemezzel, gipszkartonnal borítják, egészen egyszerűen azért adnak a fa szerkezetnek egy védelmet, hogy a tűz állékonysága lényegesen magasabb legyen. Nem csak a fa szerkezetnek, hanem a földdel házasított fa szerkezeteknek is megvan a mai további élete. Például ma
a vályog, de még inkább a csömpölyeg, amiről eddig nem beszéltem. Ugye amikor a vályogot nem verik ki ilyen szép szabályos kalodába, hanem csak szépen összegyúrják, és úgy, ahogy van, rá teszik, rá ejtik a készülő falra, akkor ez egy ilyen pogácsaszerű alakot vesz fel. Teljesen ugyan anyagból van, mint a vályog, de csömpölyegnek hívják. Na, ezt utánozza a szupervályognak nevezett építőanyag. Ezeknek az épületeknek az volt a nagy előnye, hogyha meghibásodott, vagy éppen az emberek úgy gondolták, hogy útba van, akkor nagyon könnyen szét lehetett szedni, ki lehetett javítani, csak néhány elemet kellett benne kicserélni, és újra lehetett építeni. Éppen egy ilyen építkezést lehet látni, ahol egy szétszedett csűr, most már nem tudom én hanyatszor, már csak az én időmben ez most harmadszor kerül újra felállításra. Azt gondolom, hogy az emberi lelemény tényleg 1000 rétegű, vagy 1000 arcú, és hát reméljük azt, hogy ahogy a építészetben, mindennapi életünkben is megtaláljuk azokat a praktikákat, amelyek jobbá, egyszerűbbé, környezetbarátabbá, és soha ne felejtsük ezt, hogy egyben olcsóbbá is teszik az életünket.